Jajjaj, kicsit már koszos, mint az előéletem, kb. Na jó van, szóval hellóztok, én vagyok a Farkas, és ért egy disztribúciós csapás. Kicsit régebben ezt úgy kellett érteni, hogy az egész életem megváltozott amiatt, mert jött egy hibaüzenet. A hibaüzenet egy darab, ami nem a te általános rendszereddel áll kapcsolatban, és mégis megképes változtatni a te egész jövődet. Na ilyen hibaüzenet történt most is, és nem igazán tetszik. Régen nagyjából ugyanezt éltem meg, én megpróbálom először azt elmesélni, hogy megértsétek ezt, jó? Szóval volt nekem egy Windows 98 SE 2 Turbo nevezetű, nagyon gyors operációs rendszerem, ami egy P3-ason volt, ami 1000 vagy 1500 vagy 1600 MHz-es volt, már sajnos nem tudom, viszont nem Celeron volt, hanem igazi, és volt hozzá jó sok memória, most tényleg nem mondok számokat, mert már nem emlékszem, és volt hozzá egy 3DFX Voodoo 5 5500-as AGP-s rendszergyorsítóval ellátott videókártyám. Aki nem érti, ez nem érti, ez lapozzon tovább, jó? Itt jött be az a hibaüzenet, amit a Steam küldött nekem, és a Steam azt a hibaüzenetet küldte nekem, hogy az ön operációs rendszere mától nekünk nem jó. Vágod? Tehát olyan Steam-es voltam, mint az állat, pedig az állat nem Steam-es, ez pont egy rossz példa. Tehát minden játékom Steam-en futott. Hát, itt mondjak, mindenképpen át kellett váltanom XP-re. Ha tetszett a dolog, ha nem, ha kipróbáltam az XP-t és nem tetszett, ha nem, váltani kellett. Ez akkor is így volt, ha tetszik, ha nem. Tehát ez egy ilyen muszáj. És elkezdtem foglalkozni a Windows XP-vel kicsit komolyabban, és rájöttem, hogy ez is olyan, mint a Win 98, hogy ha értesz hozzá, és be tudod hangolni szépen, akkor egy egész tűrhető operációs rendszer lesz belőle, csak az összes backdoort be kell csukogatni, csak vírusírtót kell föltenni, csak tűzfalat kell föltenni, csak ezt kell csinálni, csak azt kell, és van egy ilyen 300 lépéses lista, amit meg kell csinálnod, és a végén lesz egy olyan operációs rendszer, ami kicsit gyors is, meg kicsit jó is. Tehát ez a balansz, ez soha nem fog összejönni, úgyhogy át kellett állnom. Tehát ez az, ami mindenképpen történt, és most is ez történik így, in this very moment. Tehát, hogy mondjam, nagyon ilyen speciális ez a terület, ahol most én működöm, mert most jelenleg az Ubuntu-nak a 12-es verzióját használom, és az sem tetszik, amire én most váltok. Ez a 14-es. Tehát úgynevezett új. Persze tudom, hogy nem új, de új. Mindenképpen a régi is, meg a mostani is, ugyanúgy GNOME motort használ, és nekem ez nem tetszik. Tehát nekem a KDE motor lenne a nyerő, abból is a KDE 4.1-es, tehát az új. Mert én láttam azt működni, és haver, anyád az király. A probléma azonban az, hogy ahhoz, hogy nekem KDE-s vinyom legyen, azt már úgy hívják, hogy SSD. Ráadásul olyan SSD, ami az én elvárásaimnak megfelel, tehát nem lassú. Jó, tehát a másik oldal, a gyors oldal. Mert hát ez egy i7-es, valahoz a 3 monitor, ne legyen már lassú, jó? Tehát nem kéne. Azonban azt a vinyót, mire megkapom olyan áron, amit én fizikailag ki tudok fizetni, azért kicsit várnom kell, érted? És erre a vinyóra, ami most van, ezen van összesen 5 bát szektor, ami tartalékból vett elkülönítve, át lett helyezve, tehát nem rontja a rendszer stabilitást, csak rajta van, hogy rossz, és ez így nem jó vágott. Tehát a Smart, ami a vinyónak a saját érzékelése, az így kiírja, hogy te, ez nem pálya, mert rossz vagyok, tehát cseréljél le. Nekem ez nem tetszik. Úgyhogy vennem kellene egy SSD-t, de nem fogok tudni még egy előre. Na, úgyhogy az a helyzet, ami éppen most történik, hogy egy általam nagyon szeretett Ubuntu 12-es le lesz cserélve egy általam annyira nem szeretett Ubuntu 14-esre, mert az újabb és egy csomó dolog már csak arra jön ki.
Mondok egy nagyon szúrós példát, jó? Például az én videóvágó, videószerkesztő programom, amit úgy hívnak, hogy a PTV. De ez a neve, PTV. És rövidesen a PTV bétának vége lesz, és jön majd a fix. PTV 1.0. Ez egy ugyanakkora mérföldkő lesz, mint a Transporticonnak, az open source változatának. OpenTTD 1.0. Fú, király, kijött az 1.0 meg, tehát ez egy ilyen nagy dolog. És a 12-ese már nem jön ki. Tehát egy csomó minden, például a Cségó, meg ilyen névtelen játékok, az a 14-esen fut, de úgy rendesen, üzembiztosan, állítólag. Természetesen ezt majd ki fogom próbálni. Úgyhogy éppen ez az a frissítés, ami éppen történik, így right now. Meg is mutatom, jó? Tehát éppen disztribúciót frissítünk 14.4-re. Ne téveszem meg a felső angol sor, mert a többi mind magyar. Vágottan? Ez most ilyen. Úgyhogy frissítünk. Ennyi az egész.